következő néhány percben Krisztin Mária Baldursdottir a Sirályok kacagása című regényéről fogok beszélni. A kötet megjelenését az Európai Unió Kreatív Európa programja támogatta. Baldursdottir ebben a regényben nagyon élénk képet fest az izlandi nőkről, akik egy olyan világban szeretnének érvényesülni, amit lényegében a férfiak uralnak. Az 1950-es években játszódó történetben a hátteret Izland modernitása vagy fejlődése adja, nem sokkal ezelőtt nyert el függetlenségét Dániától, és indult el a modernitás útján, ami egyrészt ugye a technikai fejlődést is jelenti, de ennél fontosabb, hogy megjelennek új eszmék, mint például a feminizmus vagy a demokrácia, illetve a divat is szárnyalásnak indul Izlandon. Ez adja ennek a fekete komédiának a hátterét. A cselekmény kiindulópontja pedig az, hogy Freya, a gyönyörű szép nő, hazatér Amerikából Izlandra, ahol Amerikában megözve gyűlt, és ezért kell hazatérnie. Még a II. Világháború alatt ismeri meg az izlandi halászfalu mellett állomásozó férjét, és úgy térnek Amerikába, és most pedig visszatér ebbe a halászfaluba. Persze nincs hova mennie, ezért a régi családi házba költözik vissza, ahol azonban már 6 másik nő is lakik. Ebben a házban egyébként egyetlen férfi él még a nőkkel, a nagyapa, ő azonban az év legnagyobb részét a tengeren tölti, halászik. Tehát ide tér vissza Freya a hétbőrönnyi ruhával, a legmodernebb amerikai divat szerinti cuccokkal, parfümökkel, rúzsokkal, úgyhogy nagyon könnyen leveszi a lábáról a házban élő nőket, illetve végül is a falu összes csaja áhítattal és csodálattal néz rá, nem különben a férfiak, akiket nagyon könnyen az ujja köré csavar. Ki is használja ezt a helyzetet, és egyre feljebb emelkedik a társadalmi ranglétrán, és kiveti a hálóját a falu leggazdagabb aglegényére, és el is éri, hogy a férfi feleségül vegye. Mesterkedéseit csak a unokahuga Agga az, aki nem nézi jó szemmel, gyanúsnak találja, és ennek a kislánynak a szemszögéből nézzük, vagy olvashatjuk végig ezt a történetet. Ő nem hiszi, hogy Freya férje természetes halála halt volna meg Amerikában, és egyáltalán minden gyanúsnak talál a nő körül, főként miután elkezdenek furcsa balesetek történni a faluban, vagy lehet, hogy gyilkosságok. A kislány rendszeresen felkeresi a falu fiatal rendőrjét, Magnust, és elmondja a gyanúját, de a rendőr nem veszi komolyan a lány vádaskodásait. Ezért Agga elhatározza, hogy biztos, ami biztos, ő árgus szemmel fogja nézni Freya minden lépését és tevékenységét. Egyébként a Freya név a skandináv mitológiában a szerelem istennőjének a neve, és nyilván nem véletlen, hogy Baldursdottir ezt a nevet választotta a főhősének is, akit tényleg körülleng valamiféle misztikum, nem csak a gyönyörű külseje és a viselkedésének ezen aspektusai miatt, hanem például azért, mert hosszú sétákat tesz a tengerparton éjszaka, és eltűnik a sziklák között, ki tudja, mit csinál ott, csak órák múlva bukkan elő újra. A regény, ahogy zajlik, egy olyan 2-3 év telik el, ez alatt Aggából, a kislányból is nagylány lesz, már nem két szóban hordja a haját, a szüleitől, vagy a házban élő nőktől kér ruhákat, tehát felcseperedik. Ekkor már Magnus, a rendőr is kezdene felfigyelni arra, hogy miket mond, és kezdene a lány pártjára állni, és kezdeni komolyan venni a nyomozást, de ez alatt a 3 év alatt Agga, ahogy felnövekszik, ő is inkább beilleszkedik az izlandi nők közösségébe, és most már esze ágában sincs vádakkal illetni a rokonait. Ez a regény egyfajta fekete komédia, de ugyanakkor feminista thrillerként is felfogható. Freya irányításával a falu egyre jobban virágzásnak indul, a nők egyre öntudatosabbak lesznek, miközben a férfiak pedig tehetetlen bábokká változnak. És ahogy így minden virágzik, minden egyre jobb, a lényeg, hogy senki ne álljon a nők útjába, hiszen azt nagyon könnyen eltakarítják az útból, főleg a férfiak ne próbálkozzanak ilyesmivel. A könyvből egy nagyon nagy sikerű film is készült 2001-ben, amit nagyon érdemes megnézni, és a könyvet is érdemes elolvasni, igazán jó szórakozást nyújt. Köszönöm a figyelmet!
Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!